Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Nagyjából látszik az, hogy a vita végéhez közeledünk. Egyrésztről ez egy természetes dolog, másrésztről viszont azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos, mert hát reakciókat nem nagyon hallottunk, ahogy ez szokás. Ezt a fideszes képviselőktől már megszoktuk, szóvá se tenném, de sajnálom, hogy legfőbb ügyész úr részéről sem. Az árszó más, legfőbb ügyész úr természetesen csak tudja, ön is tapasztalt már ebben a világban, az a sajátossága, hogy az nem vita, hanem arra már nem lehet válaszolni. Egy gondolat, amit Gyüre képviselőtársamnak a felszólalásához szeretnék hozzátenni, és aztán valóban csak a mi részünkre lezárnám ezt a vitát. Képviselő úr, a vizsgálóbizottságokkal kapcsolatban, amit elmondott, abban semmi olyan szándék, amit ön megfogalmazott, nem volt. Ha valami bizonyítja ezt, mert azt gondolom, hogy ha állítok egy ilyet, akkor úgy illik, hogy valamivel próbáljam igazolni, akkor az az, hogy mi mindig partnerek voltunk a vizsgálóbizottságok felállításában, képviselő úr. Nem gondolom azt, hogy tud olyan tendenciáról beszélni, amikor a szocialista képviselőcsoport ne járult volna hozzá vizsgálóbizottságok felállításához. Ez a szűkítés nem szólt másról, mint arról, hogy amit lehet tisztázni interpellációval, azonnali kérdéssel, abban a témában ne lehessen vizsgálóbizottságot felállítani. Nem abban a témában, tehát képviselő úr, amiben ne lehetne beadni interpellációs kérdést, vagy bármilyen más típusú kérdést, hanem amit lehet tisztázni ilyen esetekben. Azaz, ami könnyen megválaszolható. Az, hogy egyébként ezt a szabályt a fideszes többség visszaélésszerűen használja, erről egyrészt azt tudom mondani, hogy nem mi tehetünk. A másik, amit tudok mondani, hogy utólag ismerve ezt a gyakorlatot, őszintén sajnálom, hogy beadtuk ezt a módosító javaslatot, tisztelt képviselőtársam. De higgye el nekem, hogy nem így akartuk. Mi nem ezt a lovat akartuk, ugye? Ezt lehet mondani. És ezt a mi hozzáállásunk azt gondolom egyértelműen bizonyítja a vizsgálóbizottságok ügyében. Magyarán szólva, sajnos egy olyan módosító javaslattal álltunk elő, ami alkalmat adott arra a gyakorlatra, hogy a Fidesz ezt félreértelmezve meggátolja a vizsgálóbizottság felállítását. Ezt én elismerem önnek, és ez, ha hibaként rója föl, akkor ez igaz, de azt ne olvassa a fejünkre, képviselőtársam, arra kérem, hogy mi a vizsgálóbizottságok felállítása ellen vagyunk, vagy ezeknek az ügyeknek a kivizsgálása ellen. Már csak azért sem, mert alapvetően ezek a vizsgálóbizottságok, amik eddig felálltak, a mi tevékenységünket vizsgálták, azokat persze felállították a fideszes képviselők, teljesen mindegy, hogy tisztázható-e interpellációval vagy nem. Úgyhogy magyarán szólva azok az ügyek maradtak volna, amik éppen a mostani kormánynak a tevékenységét vizsgálják, amiből egyébként egyetlen egy vizsgálóbizottság nem állt föl az elmúlt 4 évben, és gondolom a következő 4-ben sem fog. Ez viszont biztos, hogy nem a mi érdekünk, hogy ez ne történjen meg. Erről ennyit. Ami a vitát illeti, én azt szeretném kiemelni, és nem kívánok megismételni semmit, amit a korábbiakban akár én, akár képviselőtársaim elmondtak. Ezeket a példákat, amiket felsoroltunk, ezeket, hogy fogalmazzak, nem panasznapként gondoltuk előadni, hanem azoknak az állításoknak az alátámasztásaképpen, amit vezérszónoki felszólalásomban megfogalmaztam, illetve amelyet egyébként még, mondjam ezt, átfogó jelleggel harangozó képviselőtársam megfogalmazott, mint kritika. Azt szerettük volna bemutatni ezeken keresztül, hogy amikor arról beszélünk, hogy mi az ügyészségnek a tevékenységét nem tudjuk elfogulatlannak értékelni, és nem tudjuk kimondani azt, hogy politikai szempontból nem voltak bizonyos ügyek motiváltak, akkor ezt mi nem egy politikai lózunként kívánjuk hangoztatni, hanem bizony meggyőződéssel, példákkal illusztrálva ezt. Én azt gondolom, hogy érdemes legalább átgondolni, hogy miket tartalmaztak ezek a felszólalások, és milyen ügyekről szóltak, azok milyen eredményéről, és az ügyészség eljárásának a bíróság általi mikénti minősítéséről. Tisztelt legfőbb ügyész helyettes urak, én mindannyiuknak
Közülük kettőt pontosan ismerek, a büntetőjogi tudását nagyra értékelem és ismerem. Azt gondolom, hogy viszonylag jól ismerem. Én is figyeltem a felszólalásokat, jöjjenek azok bármelyik frakcióból. És találtam benne büntetőjogászként én is olyat, amit kifogásolni tudok, és ezt tudom mondani, hogy ha én válaszolnék egy ilyen felvetésre, akkor bizony bele lehet kapaszkodni. Hogy büntetőjogi szempontból, vagy büntetőeljárásjogi szempontból az nem pontos, nem úgy áll meg. Én mindazonáltal azt szeretném kérni, hogy ha már nem vitatkozunk, és kénytelen vagyok csak megelőlegezni bizonyos gondolatokat, hogy ne ezt tegyék, ne ezt tegyelek, főbügyész úr. Ugyanis a lényegen nem változtat. A lényegen nem változtat, azon nem változtat, hogy ezek az ügyek miként alakultak, ezek az eljárási cselekmények miként alakultak, és azon sem változtat, hogy ezek a példák igazolják azt, hogy míg, ahogy azt hiszem két perces felszólalásomban mondtam, az ügyészség az egyik oldalon a szálkát is megtalálja, a másik oldalon a gerendát sem. Én őszintén sajnálom azt, még egyszer szeretném a figyelmet arra fölhívni, hogy nem tudott egy parlamenti vita kialakulni ebben a témában. Azt gondolom, hogy legfőbb ügyész úrnak sem derogált volna, hogy vitatkozzon parlamenti képviselőkkel. Ez az első olyan alkalom, az első, 5 év óta, amikor az országgyűlés valóban tud élni az ügyészséget ellenőrző jogkörével. Sajnos, és ezt a vezérszónoki felszólalásomban is elmondtam, hogy oly mértékben szűkült le ezeknek a lehetősége, ami gyakorlatilag egy hatékony ellenőrző mechanizmust nem tartalmaz, és a valós ellenőrző funkció betöltését gyakorlatilag lehetetlenné teszi. Az, hogy kétszer két percben, utána kétszer egy percben kérdezni lehessen a legfőbb ügyész urat, én azt gondolom, hogy nem tartozik a hatékony ellenőrzési módszerek közé. Itt most időkeret nélkül folytathattunk le egy vitát. Időkeret nélkül, mi el is mondtuk, mindazokat az ügyeket és azokat a kifogásokat és kritikákat, amiket mi helyesnek gondoltunk. Szívesen vettük volna, hogyha a vitában kapunk ellenérveket is, mert nyilvánvalóan az ügyészség képviselőjének van véleménye erről, és vannak kritikai észrevételei is, és abban is biztos vagyok, hogy a visszautasítom szó, vagy az elzárkózom szó sokszor fog szerepelni a legfőbb ügyész úrnak a válaszában. Jó lett volna, ha ezt meg tudjuk beszélni, és nem egyoldalú ez a kommunikáció. Ettől függetlenül én azt kérném csak az ügyészség vezetőitől, hogy ezeket a kritikákat, amiket neki nyilvánvalóan egy részét kifejezetten nem tartják jogosnak, talán más részéről elgondolkodnak, hogy van benne némi igazság, önök is, ezeket gondolják végig. Gondolják végig, mert talán így tudunk egy picit előbbre jutni abban, hogy ez a gyakorlat megváltozzon. Én őszintén remélem, hogy senki nem személyeskedésnek veszi azokat, amiket elmondtunk, hanem olyan felszólalásoknak és megszólalásoknak, amit bizony néha indulat szül, én ezt elismerem szívesen, de attól még lehetnek megalapozottak. Olyan felszólalásoknak, amik részben az elmúlt időszaknak a kritikájáról szólnak, de ennél talán nagyobb részben szólnak arról, hogy szeretnénk és kívánjuk azt, hogy ez a gyakorlat megváltozzon. Szeretnénk azt, hogyha amikor a legfőbb ügyész úr legyen az ön, aki most hivatalban van, vagy az ön utódja, föláll ide a pulpitusra és elmondja azt, hogy az ügyészség a jogszabályoknak megfelelően működik, mindent betart és minden törvényes, akkor én föl tudjak állni oda a pulpitusra, és azt tudjam mondani, hogy legfőbb ügyész úr, nagyon szépen köszönöm, én is így gondolom. Nekünk ez a célunk, ez a tervünk, ez a reményünk. És azok a kritikák, amiket elmondtunk, azok, még egyszer mondom, nem csupán a múltról szólnak, és a múlt sérelmeinek a felemlegetéséről, hanem arról, hogy esetleg tud ez a jövőben másként alakulni. Nem vagyok naív ember. Majdnem egy évtizede vagyok itt a parlamentben országgyűlési képviselő. De azért a hit még mindig él bennem. És én addig szeretnék képviselő lenni,
ameddig nem száll el minden illúzióm. És az az illúzió még mindig megvan bennem, hogy ezt a metódust, ezt a működési modellt, ezt azért lehet másként is csinálni. Én erre kérem legfőbb ügyész urat is, és nagyon nagy figyelemmel és kíváncsisággal fogom hallgatni majd a válaszát. Köszönöm szépen a figyelmet!